Ez itt a Ricskesz. Ez itt a Ricskesz. A Ricskesztet hallgatok. Ricskesz. Sok szeretettel köszönöm meg mindenkit a Ricskesz legújabb adásában. A vendégem a Morály zenekarból. Flossman Gergő és Köteles Máté. Csak hogy tudják, mikor ki beszél. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Azért nem a szomszédba jöttetek, és és hát az a helyzet, hogy nem is tudom, hogy hogy kezdjem, de amikor meghallottam a lemezt, akkor én tudtam, hogy nekem mindenképpen le kell beszélgetni. Nyilván hülye kérdés, mert az ember saját gyerekét nem nem biztos, hogy objektíven ítéli meg, de nektek milyen érzés végighallgatni ezt a lemezt? Hát akkor kezdem én. Annyit elmondhatok, hogy általában, ha bármilyen művészeti alkotást tényleg csinál az ember, legyen az, egy, legyen az egy, 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 videó, vagy egy dalszöveg, vagy, vagy egy rajz, és arra visszatekint úgy pár év elteltével, de legalábbis egy-két év elteltével elkezdi látni a hibáit, elkezdi azon agyalni, elkezdi azon agyalni az ember, hogy mit csinálna most másként, ha megírhatná. Viszont az az érdekes, hogy, hogy ennél a lemeznél nagyon kicsi az a lista egyelőre, nagyon, nagyon kevés az a dolog, amit úgy gondolunk, és szerintem Máté is így van vele, amit úgy gondolunk, hogy hogy abban az időszakban, amikor megírtuk, akkor másként csinálnánk, ha most ott lennénk. Tehát nem, nem azt mondjuk, hogy, hogy tökéletes a lemez, hogy, hogy nem lenne, amin változtatnánk, amin javítanánk, de, de mindenképpen egy akkor az akkori teljesítményünknek a maximumát hoztuk ki magunkból, én úgy gondolom. Egyetemt és, egyetemt és, és, ennek a lenyomat ez a lemez. Igazából nekem az volt szembetűnő, hogy beszélgettünk, küldtetek egy lemezt, kezembe vettem, és egyrészt van egy elképesztő vizualitása, egy nagyon olyan borító, amire tényleg az ember felkapja a fejét, a nem átlagos, uh, mondom, oké, okay, meg kéne hallgatni, ugye átküldt a lemezt, akkor mindig félek, tudod, mert hogy, hogy elképesztő mennyiségű zenét kapok, és elmondom még egyszer a hogy nem feltétlen bátorítok senkit arra, hogy küldje el a lemezét, mert nem biztos, hogy van időm meghallgatni, de igyekszem. Elkezdtem hallgatni a lemezt, és azt hittem, hogy vége, és meg kell hallgatni még egyszer. Tehát, hogy, hogy... hogy, hogy Tényleg a, a, az elsődleges oka annak, hogy most itt ülünk, az az, hogy ez a lemez szerintem nagyon kiemelkedő a hazai mezőnyből. Már nem csak, a, nem csak stíluson belül lesz fontos. Ti egyébként uh, szimplán deadcore, vagy nem is tudom, hogy ti hogy, hogy definiáljátok ezt? Fú, hát ez szerintem nagyon nehéz, főleg ugye a mai zenéket olyan komplexitással bírnak, hogy nem lehet behatárolni, hogy ez most deadcore, metalcore. Hát amikor a a Liberation ugye az első nótánk, akkor azt igazából a deadcore stílusba határoltuk be, de én a teljes lemezt nem mondanám deadcore vannak benne metalkóros elemek, vannak deathmetálos elemek, egy-két deadcore elem is, de ezt így szerintem nem lehet egy konkrét stílusra ráhúzni, hogy, hogy mi is ez az egész album, úgyhogy Hát ezeknek az ötözete, én azt mondanám személy szerint. Pont azért voltam, én is bajba egyébként, amikor ugye a kritikában mindig kell valami fogóckodott találni, vagy adni az olvasónak, hogy aki nem ismeri a formációt, vagy nem hallott róla, azt tudja valamihez kapcsolni. És ugye így is voltam vele én is, hogy Kéne okosat írni, de mit tudod? Mert hogy, hogy nyilván nem azt mondom, hogy ez egy teljesen egyedi zene, vagy teljesen egyedi dolog, mert hogy, hogy azért nem. De mondjuk elég nehéz volt hatásokat, párazamokat állítani mellé. Ti magatok tudtok egyébként mondani olyan zenekart, akire mondjuk így példaképként tekintetek, és szerintetek hasonlítra a zenétek? Van egy-kettő ilyen zenekar, de igazából mi azokat a zenekarokat tudjuk, és legalábbis én azokat szeretem felsorolni, akik rám hatással voltak, akik, akiket én hallgatok napi szinten. De ez nem azt jelenti, hogy a lemez az ezt a zeneiséget tükrözi pontosan. Tehát, hogy sokszor kerültünk olyan bajba, hogy hogy írjuk le mi is a lemezt, hogy ki, ki az, aki hallgassa ezt a lemezt. <laughs> és akkor odaírtunk ezt a szamaszt, és akkor ez nem is ilyen, ez, 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 ez inkább olyan, és ez, 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 nem, nem jó párhuzam, hát bajba voltunk mi is, de hát ez jött. Végül is így irány tudunk mutatni, hogy mi a stílus irány, de tedd meg. Hát tedd meg azoknak a hallgatóknak a kedvére, akik nem ismerik a zenekart és ezt. Nekem a, nekem a legnagyobb rám ezt a legnagyobb hatást mostanában, így az elmúlt három-négy évben egyértelműen a Fit for an Autopsy gyakorolja a minden lemezét kitéve, betéve hallgatom oda-vissza, mint szövegeiben, mint zeneileg olyan olyan irányt mutat, ami, ami nem csak egy sablonos devkor döngölés, vagy ilyen, ilyen blast beat-es döngölés, hanem ki van találva a zene, ki vannak találva a témák, és fel vannak építve egy nagyon-nagyon atmoszférikus hangulatú zenévé, és minden album magában is egy ilyen elejétől végig, végig tolható dolog. Aztán, ami még hasonlít a stílusunkra, talán ez a Bleed from Within, amiben megegyeztünk, hogy, mondanám, hogy, hogy ugye ott is hiányzik a tisztaének de, de de mégse hiányzik, mert, mert annyira erős a torz, ugye screamének van benne, hogy, 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 az elviszi az egészet, és ott is a zene összetettsége, meg ez az atmoszferikusság, hogy meghallja az ember, és akkor, és akkor rögtön átjár egy ilyen hangulat. Ez, ez a kettő, amit itt nagyon erősen meg tudnék nevezni, hogy itt, itt azért merítettünk a, a zeneiségükből nagyon sok én, mindent. Hát meg a mögött mondanám, még én is talán. Amiben a dallamok, Sztényleg, az az atmoszféra, az, az, az <laughs> még ami úgy inspirált, motivált minket. És tényleg ez eszembe se jutott. Ehhez képest én mondjuk szerintem ebből egyet se írtam a kritikával. Igen. Nem, a, tudom, hogy a Slow to the írtam, mert ugye, ugye előtte hallgattam a kóstolomot sokat, és ugye így azért így, így jött a, a bevezetőbe is, ugye. Megkóstolt. Igen, igen. <laughs> igen. Meg, meg nekem a kárinfeksz ugrott be egy-két helyen, de, de nem direkt módon, csak úgy, úgy, úgy ez a Rokoníthatóság véget. Nem tudom, hogy igen. hallgattuk Árni Fekszet? Pár éve voltam egy koncertjükön, azt hiszem a barban egrában, hát azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hagyott így nyomot bennem az a koncert, az elég erős csapat. Utána is pár feltettem a lemezeiket, nem tartozik a kedvencem, kedvenceim közé, hát de Elképesztő, tőlem, nem lett sokat hallgatni. Természetesen. De, de egyébként igen hatást gyakorolt ránk az is. Az új ezt nem tudom, hogy hallottatok egyébként, azt ajánlom figyelmetekbe, mert szerintem a legutóbbi Gárnifex az kurva jó viszont. Rendben, mindenki ismerős, sajnos. Az hát figyelj, az előző, most mondom, slow hogy mi volt az előző, az kurva szar volt, azt mondom, egyszer, hogy kétszer mm -hmm. tudtam végighallgatni, és így az újnál is így volt bennem félelem, de írtam róla a, a Hammerbe kritikát, és elkezdtem hallgatni a lemez, barom jó volt a hangulat, tehát tetszett, meg ez mostán egy picit kevésbé ilyen töménymészállás az egész. Uh -huh. jó volt. Igen, 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 sokkal. A másik, ami, ami nekem a lemeznél nagyon meggyőző volt, az az, hogy van egy tök egyedi atmoszférája meg hangulata. Ti erre mit gondoltok? Hát igen, egyetértek. Ez volt igazából a fő motivum, meg ha valaki rákérdezne, hogy mi az az eleme a zenénkben, amit tényleg egyedi, akkor ezt az atmoszférikus hangzásvilágot mondanám. Ezt próbáltuk megcélozni, hogy ez tényleg minden dalban megjelenjen, ne legyen ugyanaz, de mégis ez a moral atmoszféra, mi így nevezzük így házon belül. Úgyhogy ezt igyekeztünk átadni, és örülök, hogy ez átjött így. Ezt már mondták többen is, hál' Olyan, mint egy metáboltot, misztikus horrorfilmet néznék kávét. Ez, Ezen volt a cél, igen, ilyen, igen, igen. Ilyen, ilyen, nem is tudom amúgy, hogy, hogy mi ugrott. tudom, hogy voltak ilyen, ilyen bevillanások, amikor közben hallgattam az a 300 van a fejemben, de nem az, mert abban is van, van egy ilyen farkasos rész, de nem, nem arra gondoltam, hanem a... Jaj, jaj, most nem olyan régi film. Alfa, közben Igen, igen, igen. kicsit, kicsit az alfa ugrott be róla egyszer-kétszer, és tök jó volt, mert hogy, hogy nagyon jó kapaszkodót adott az egészhez, és arra figyeltem fel, hogy egyébként a szövegekre is baromi nagy műgondot fordítottatok. Te írtad a szövegeket? Én írtam, igen. És egyébként ilyen szempontból praktikus volt az egész, mert ugye az összes vizuális termékünket is én tervezem, és a szövegek is hozzám futnak be, és így, így egy személyben így össze tudtam kötni, össze tudtam hangolni, hogy na most akkor már a szinglöknél elkezdődött, hogy, hogy Mátéval elkezdtünk demózgatni, hogy ott milyen irányt fog venni, és akkor egyből esténként, mikor leültem rajzolni a, a kis tabletemen, akkor, akkor már ott próbáltam ezt a sárga vonalat bevinni, ezt az ilyen mérgező, ilyen, ilyen ködölgő, ilyen, ezt az atmoszférát megragadni, és akkor utána, amikor megírtuk az első számot, és jött ez az ilyen misztikus, ilyen ilyen, ilyen állatias vonal benne, akkor meg aztán, na mondom, ez akkor százalékban erre megyünk azért. rá, mert, mert nagyon jól álltatta, a Liberation volt egyébként az első dal, és ott a szöveg is a, a, a borítótól. Mondjuk akkor még nem ez a koncepció volt, de nagyon jól hát együtt a, a hangulattal. Barom érdekes egyébként, hogy az utóbbi időben annyira arcba vágon jó magyar lemezek jönnek ki, hát hihetetlen, és tudod, hogy ugye nézem a külföldi alatt mindig, mert ugye hát nyilván muszáj, nem csak az újság miatt, hanem egyébként is, ugye zene rajongóként is érdekel, és vagy mindig oda ki, hogy, hogy valahogy baszki sokkal szívesebben nyúlok a magyar bandák lemezeihez, ugye elég a tiétekre gondolni, ott volt a az új lemezzel, meg még tényleg tudnék mondani egy csomót, és egyszerűen így, így rendesen tudod furcsa, hogy, hogy valami olyan ihletettség van itthon, tudod, hogy pedig hát ott, itt, itt, nincsenek is dollármilliók stúdiózni. Hát igen. Igen, itt a magyaroknak a kreativitása, meg most már az, hogy hál' Istennek egy számítógépen, ha az embernek van egy jó számítógépe, gyakorlatilag ez az egész összes zenei anyag, képanyagnak, videóanyagnak az összevágásához, szerkesztéséhez minden adott. És ezt a magyar találékonysággal ötvözve szerintem, meg ugye ö, szintén az, hogy nincsenek dollármilliók, hanem meg kell okosba oldani valahogy kisebb büdzséből, ebből ilyen nagyon kreatív, nagyon erős dolgok tudnak születni. Hogyha egy dalt meg kellene neveznetek a lemezről, ami szerint a legjobban demonstrálja a lemezt is, meg titeket is, akkor melyiket mondanátok? Mondhatok külön-külön is, tehát nyilván. Hmm. Hát talán az unwild mondanám. Igen, azt és mondom. És miért? Abba jelenik meg minden olyan elem, ami igazából leírja az egész lemezt. Úgyhogy én azt mondanám. Mint komplexitásilag, mint technika rá, hát úgy igen, úgy minden téren. Nekem az, az a top. Nekem egy, nekem én kettőt neveznék meg. Nekem Elsőként a, mindenképp a kalamóna ugrik be, tehát ez, ezt nem is kellett sokat gondolkodnom rajta, mert annyira arcba vágó, fogós, semmi sallang, csak a lényeg, és mégis ezt egy népmeséről írtam, ezt a dalt. A, viszont témailag, meg mondani valóilag, meg hozzám legközelebb talán liberation áll, azaz, ami mielőtt az első dalszövegem egyébként, de annyira kiírtam ott magamból a hát, abban benne Volt minden, így, minden, benne volt, hogy, hogy egyértelműen az a legközelebb hozzám. Érdekes amúgy, hogy ezeket mondjátok, mert hogy nekem is hogy nagyjából ez a, ez a hármas az, ami így, így a, a, lemezről a best. Illetve ami, amitől nagyon féltem, ugye tudtam, hogy van egy Pantera cover a végén most ezt nem, nyilván nem kérdezem, hogy miért épp Pantera, mert az az, az, az aki, aki, hallgat, hallgat extrémet, tehát annak szerintem egyértelmű, hogy miért épp Pantera. Már mondjuk arra kíváncsi hogy miért épp az a dal. Tehát miért az I'm Broken? Kedvencünk igazából is, én nagyon szeretjük. Régi zenekarral is játszottuk még, mint a feldolgozásként. Igazából nem is nagyon gondolkodtunk ezen, hanem így felvetődött, és igen, ez kell, ez jó. A, ez az I'm Broken című dalnak van egy felvétele YouTube-on, amit, amit, sokszor, mikor, mikor csak valami nagyon idegesített, vagy nagyon olyan hangulatba kerültem, csak beraktam egy ilyen amatőr felvétel különben a West Palm Beach-ről, és ja, úgy oda is. rakják a srácok, hogy, hogy még ezen a őségi kamera felvételen is annyira durván átjön a hangzás, meg az, hogy letépi az ember fejét, hogy ott igazából ott nincs kérdés. És sokszor-sokszor megnéztük, természetesen ezzel párhuzamos az összes Pantera albumot betéve elétől a végéig. Én nekem, nekem nagyon, nagyon beadja a Pantera, és ezt javasoltam, hogy ezt próbáljuk meg egy kicsit megfűszerezni. Egyébként nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy, hogy azért valamennyire morályos lett, azért tök nagy tisztelten nyújtodok hozzá, és azért megőrizte az eredeti szellemiségét. Pedig azért ez egy nagyon nehéz dal. Igen, hát nem akartuk nagyon átformálni, próbáltuk megtartani azokat az elemeket, kicsit kiszínezni, hozzátenni tényleg a saját rifeinket, ötleteinket, dallamokat, úgyhogy így lett szerintem kerek. Hát agyaltunk is ezen, hogy ez vagy nagyon balul fog ásulni, vagy nagyon jól fog elsülni, de állj az utóbbi visszajelzések alapján. volt is olyan so koncert, ahol, ahol, ahol volt egy-két rész, ahol besültünk, mert megy a, a moraj téma, megy, elkapunk egy olyan vibe-ot, ahol, ahol csak a saját zenénk, és akkor jön egy pantera, és bár bár próbáltuk magunkra formálni, de annyira más a lüktetése, annyira más a ritmusa a, az, az egész menete a dalnak, hogy, hogy egyszerűen át kell, át kell váltani, át kell kapcsolni, hogy na most akkor ezt eljátszok, és utána vissza, vissza igen, maradom, igen. Mert Volt egy-két része, ahol ugye elvesztettük a lüktetést, de 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 egyébként nagyon szeretjük játszani ezt is élőben. A pantera az ilyen, valamilyen szinten belépő volt nektek ebbe a stílusba? az ilyen extrém Vagy nem? Nem? Tehát, hát, nem, a tipikus, nem a tipikus panterával belépők nem, nem, vagyunk. Nem. Metallikás Iron maiden hát vagyunk igen. inkább. Vagyis én, én, é, el... igen, hát, én is. Jól, de, Most az extrémabb dolgokban mondom, tehát hogy azért... Ja, ja értem, tehát hogy, hogy már metált rockzenét hallgatunk és játszunk. A, igen, igen, az egy, az ott egy olyan küszöbb volt, amit átléptünk, és akkor onnan már nem olyan mentünk vissza. Hát nyilván. <laughs> elkapja az ember, akkor annak csak föntöd. Igen, igen, igen. Hát, igen. hát old, igen. I don't mindenkinek van, aki azt mondja, hogy nincs, az, az annak is volt, csak hogy maximum. Jó, oké, okay, Metallica is. Mint, mindig ez a, szoktam mondani viccesen, annyira nem szeretem a Metallicát egyébként meg, de nyilván, tehát mindig rá kelljek, hogy Hát de. alapmű, hogy ne, persze. Nem, hát figyelj, a, a Killamall, meg a Szent nekem az a kettő, ez ilyen nagyon gyakran előkerülő lemez, mind a kettő más miatt. De például most volt egy időszak, amikor szerintem kb. két hétig nem hallgattam semmit, csak a lódot, reloadot, meg a mastert. Pedig mindig azt hittem, hogy nem szeretem a mastert, de rákezdődik, hogy de. Hát most így azt hiszem, hogy öt lemezt soroltál fel a legszélsőségesebb, tehát hogy ez a kilem <sínt> a Szent Enger, ez, ez... De jó ez. Figyelj, akkor voltam 16, amikor a Szent Enger kijött, és irgalmatlan módon elkapott, hogy pont az, amiért általában nem szokták szeretni, hogy egy kurva nagy középső új volt ugye mindennek. Meg azt, hogy az, az, a terápiás jelleg, ugye nekem is volt épp pedig feldolgozni az életemben, és tudtam hozzá kapcsolódni. Mm -hmm. Mert hát ugye most én, az, a, korosztály vagyok. Mondjuk kb. egy idősek vagyunk, nem? Hány évesek vagytok? te? 27 éves. 26. Ó, akkor nem. akkor nem. Igen, de akkor majd nem. Tehát mondjuk egy, egy 8-9 az időse vagyok nálatok. Tehát, hogy ugye mi pont az a generáció vagyunk, akik ugye akkor voltak tínédzserek, amikor a nyomatálnak a fénykora volt, ugye ez a 98 99 2000 2001 2003 És ugye, hogy nekem akkor, tehát szerettem a killamolt, de vagy a többi Metallica lemez nem, nem jött át. Uh -huh. És amikor a Szent kijött, ugye én abban tök éreztem egy ilyen nyomatálos ízt, és hogy éppen ezért nekem az a lemez tetszett. És engem nem, engem nem zavart, hogy nincsenek gitárszólók, nem zavart, hogy el vannak nyújtva dalok a végtelenségig. Persze mai fülle hallom, hogy igen, szarú szól, igen, kellenének a szólók, igen, a daloknak kövül felét ki lehetne vágni, mert teljesen fölösleges, de akkor tök jó volt. Én nem együtt tudok veled érezni, mert ugyanígy vagyok vele, hogy szintén akármikor előveszem, az, az, egy más metalika, de, de, metalika és, és baromi erős. Egyetlen egy metalika nem az a lépkön, amit nem tudok meghallgatni semmilyen szinten, az a Death Magnetic. nekem az ilyen... Hát az már nem, nem az az égi metalika. Az... Nem, az a baj, hogy tök jók lennének a dalok, de annyira steril szar a hangzása, hogy, hogy a Szent Tengörnél nem zavar, hogy rosszul szól, tehát a Death a túlporírozottság baromi. Hát az igen, igen meg. az már kicsit erőltetett... Ja. Hát, benne. megint tök jó, tehát ez mindegy, megfejtetetlen dolgok ezek, meg nyilván szubjektívek. Projektív. Azért kérdeztem csak ezt, hogy ilyen belépő volt a Pantera, mert én emlékszem, hogy ugyan egy-két hardcore cuccot hallgattam már azelőtt, hogy a pantera találkoztam, meg volt egy pár ilyen, ilyen extrémebb dolog, ami előtt, hogy egy állítsdott hallgattam, meg egy-két ilyen, ilyen klasszik death metalt, de ami ebbe a úgymond extrém metálos dolgok felé vitt, az lámpát, teljesen egyértelműen a Forbion Drive-en volt, amikor egy ezen a kazettát, és így meghallgattam, hogy <laughs> berobbant a Stranding, azt mondom, hogy ja, ez, ez, igen, meg a Becoming meg végképp, tudod, és így, így azért örültem ennek az I'm Rock mert ugye hát széthallgattam azt a dalt e, Ugye azt a fontosnak tartom elmondani, hogy e, ugye nem csak hazai fronton kiemelkedő lemez, hanem simán le lehetne rakni ugye a nemzetközi piacra szerintem. És ugye a, a metahu jött ki a CD. E, nem próbáltatok meg külföldi kiadóhoz vagy nem a külföldi kiadókat megkeresni? Van egyértelmű volt, hogy itthon, vagy, vagy eleve, eleve nem is a külföldbe? Hát egyelőre még, én azt mondanám, hogy akkor mi nem esett szóba igazából semmi ilyesmi. Kopogtattunk, a... ö, tehát elküld, elküldtük külföldi kiadóknak, jó sok címet, e-mail címet és elérhetőséget kikerestünk, el is küldtük, viszont nem gondoltuk komolyan, hogy, hogy ez, erre tényleg le fognak csapni, és tényleg Tényleg ez kelleni fog valakinek, mert mert az a tapasztalat, hogy már egy kiadóhoz, vagy ahhoz, hogy egy komolyabb, akár egy koncertszervezővel le legyen szerződve az ember, kell hozzá ez a, ez a képanyag, kell hozzá a videóklip, tehát hát, ott, igen, ott igen, már egy olyan, komplet olyan, felépített olyan, koncepciót olyan. Kell, ö, kell bemutatni, hogy na ezek vagyunk mi, és akkor ők már a készterméket, Veszik meg így furcsán mondva, de ezért nem hát gondoltuk. Ezért zeneipar. Igen, igen, igen. igen. Tehát ezért nem gondoltuk, hogy hogy nekünk sikerülni fog elsőre, de nem keserettünk el, úgy egy gondolom. gondolom. Szerintem nagyon nagyon jó lett ez az első fizikai lemez, amit én is saját magaménak mondhatok, és a kezemben tarthattuk, és ez nekünk már egy sikerélmény volt, ebbe ennyi volt. Még most egyébként a múlt héten a Kalomóna című dalunkhoz forgattunk egy videóklippet. még mindenképpen azt akartunk, hogy ezt a lemezt, ezt így megkoronázzuk egy ilyennel. Hiába már utólag tesszük hozzá ezt a videóklippet. Akkor még nem volt lehetőségünk, mikor ezt készítettük, ezt a lemezt. Nem volt lehetőségünk klipforgatása, de most, most, ezt így meg szeretnénk ajándékozni. Úgyhogy március 17-én jön ki az első videóklipünk a Kalamóna című dalhoz. jövő héten. Mindenkinek szeretettel ajánlom. Nagyon jó erős, munkát erős, végeztek Hát most mondod, hogy ugye utólag teszitek hozzá, hát oké, rendben, de egy, egy lemez, amikor megjelenik, akkor még ott nem válik múlt idővé. Hát ne. Természetesen még nem kezdtek el a következő dolgozni, és a következőt beharangozni, addig még hát ez lehet több klipet is csinálni. Így van, az a tapasztalat, hogy viszont manapság úgy jönnek ki a szinglök, hogy ugye elkezd mindenki szingölözni egy album előtt, akár négy-öt önálló dal is kijöhet, és azok többségében vagy egy nagyon-nagyon erős dalszöveges videóval, vagy pedig komplet videó klippel jönnek ki. Ez az, amit mi nem, nem tettünk meg, de a szöveges videó ugye volt, szingülökkel jöttünk, de nagyszabású szabású klipet nem tudtunk leforgatni még akkor abban az időben. meg hát igazából akkor még nem is volt teljes ezen, akkor ugye ergővel kezdtük ketten, Utána csatlakozott később Tomi, ugye a basszusgitárosunk, és Bence igazából már úgy, úgy lépett be, amikor a teljes album összeállt. Le... Tehát szó szerint már már ott jártunk, hogy már próba akartunk foglalni, de dobosunk még nem Egy volt, <laughs> és már tehát fix, fix, állandó dobosunk nem volt, és akkor elkezdtük meghirdetni, hogy akkor akkor lehet jelentkezni, és akkor hál' Istennek, hát relatíve hamar azért Bencére rátaláltunk. Most volt egy egyszerű munka, igen. Igen, 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 voltak jók, voltak jó dolgok. Igen. Hát ez, ez de megtaláltuk, hál' Istennek, azt, akit kerestünk. Mondjuk én erről mondjuk teljesen lemaradtam, kicsit meglepő, hogy, hogy nem, nem vált az így össze hogy akkor tudnék ez egy két emberes projekt. Van. Ez, ez az, 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 az volt teljes a, mértékben. A teljes album. Az hát, egész albumot ketten egy, egy ilyen harmadik emeleti van írtuk. Úgyhogy, hát ja. Most megleptetek, elég keménye, meg mondom őszintén, mert hogy, hogy, hogy annyira Hú, keresem a jó kifejezést rá, és nem is biztos, hogy meg fogom találni, de megvan. Annyira ilyen természet közeli az egész lemezt, hogy minden gondoltam volna, csak azt nem, hogy a harmadik emeleten készült. Te, Pedig ott. ott. igen. Hogy ilyen, nem tudom, benne van az erdő, <há> tudod, az, 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 a... Nem, nem, tényleg nem, tudom, hogy hogy fogalmazzam, hogy ne, ne hangozzon hülyén, de... Ja. Mm, ez a, most, most lehet, hogy hogy otári hülyeséget fogok mondani, de, de vidéki gyerekek vagyunk, úgymond. és én is. És hiába éltem Budapesten mindig is azt, az, tehát, hogy, hogy, ezek a dolgok, ez a természeti motivumok vissza köszönnek benne, és a, akár még a népies motivumok is szánt szándékkal beleszövöm, ez mind, mindenből fakad, hogy, hogy nekünk fontos ez, hogy honnan jöttünk, és, és igenis a természetközeliséget is fontosnak tartjuk. Nem feltétlenül a, a mai társadalomnak a problémáiról, meg a háborúkról lehet agresszív dalt írni, hanem egy kicsit el szerettünk volna fordulni ettől egy fentezibb világ felé, egy, egy olyan világ felé, ahol, ahol, ahol tényleg közel lehetünk azokhoz a dolgokhoz, ami fontos. Hát de most figyelj, most igazából ebbe a deadcoros világba eleve is ez a, a háború téma, ez ilyen tök vált, Azt nem, persze, nem, persze, ez, túl direkt az meg a társadalom rossz, meg, meg, meg minden, minden hát nagyon rossz. Köszönjük. hát oké, okay, igen, csak mindig azt mondom, hogy oké, okay, rendben rossz, meg, meg tök jó, meg értem, hogy háború, meg mészárlás, meg stb. többi, csak hogy ki lehetne ebből a keretből lépni, és ezért is mondom, hogy érezni, hogy a szövegekre is tök nagy műgondot fordítottatok. Ugye azért nyilván, amikor az ember csinál egy lemezt, és, és szeretné az útjára engedni, akkor tök jó, hogyha van ebbe partner. Hogy tehetetek meg a metal.hu-t? Tűnt? Már volt egy előző zenekarunk, ott már igazából ők fel, a ah, ők kerestek fel minket, ugye? Így van hogy ők Tehát Egy, egy fel minket. ilyen feltételes uh, megállapodásot mutatott hát, a levegőben, de a amkor... beszélés, is így van. Aztán akkor abból úgy nem lett semmi, és akkor utána ők is látták, hogy nekünk van egy új koncepciónk, ugye ismertük őket, és akkor így elkezdődött a kooperáció, azt Istennek meg tudtunk úgy egyezni, hogy minden két félnek ez így teljesen kedvező volt is. Jósult el minden, úgyhogy maximálisan elégedettek vagyunk. Így van. Az első dalainkról pozitívakat írtak, és meg is jelentették, ezúton is nagyon köszönjük. Utána pedig, igen, tehát így fokozatosan alakult ki ez a kapcsolat, és, és teljesen nyitottak voltak arra, hogy ezt a lemezt fizikailag is kihozzák. Úgyhogy tényleg le a kalappal nagyon szerintem jól sikerült a közös munka. Hol lehet szerintetek ezt a zenét megfelelően promotálni itthon? Tehát mi az, a, ahova mondjuk még eddig nem jutottak el fellépés szinten, és az, az lenne az igazán a ti közeketek? Mint helyszínek Hát mindenképpen Budapesten valami dürelkert, akvárium, ilyesmi. Én, is abban látom, hogy nagyobb, nagyobb zenekarok, felvezető zenekaraként, előzenekaraként Igen, szerepelni az, az itt, itthona a, hát nem az az elérhető legmagasabb, nyilván az, az is egy tök jó dolog, ha az ember vidékre elmegy és megtölt egy kisebb klubot, vagy éppen Pesten csinál egy, egy teltházas bulit, de a következő lépcső, amit szeretnénk elérni, az, az hogy a, a hozzánk képest nagyobb zenekarok előtt felkészítsük a népet az úzásra. Kivel játszanak együtt legszívesebben? Nem meglepő, hogy én a Fit for an Autopsy-ban szerintem azt mondanám. Hát igen. És hazai fronton? Én most hazai fronton gondolkodtam. Pont. hazai fronton több, több olyan zenekar is van, akikkel már megkezdődött a kommunikáció, én a Szábornos srácokat Sze, nagyon-nagyon szeretem, mert szétzúzzák az agyamat mindig, mikor oda tévedek egy koncertre, akikkel nagyon örülünk, hogy kapcsolatba léptünk az Enigma Lion zenekar Nyíregyházáról, velük le is nyomtunk egy pár pulit azért, szóval így a november decemberi Hát, cemberi... hát -e 80%-a velük. Uh -huh. Úgyhogy hál' Istennek nagyon jó barátságot kötöttünk, meg ugye ott a közös nóta is, amelyekről szerepel, úgyhogy mind nagyon örülünk, hogy így összekovácsolódtunk velük. Igen, igen, nagyon jó, jó szeretjük volt. Szeretjük őket. Ugye mondhatok, hogy debütál egy klip hamarosan, ugye mire ez az adás kikerül addigra, az a klip már egy régen kint van. Mi a következő lépcsőfok? Mik a következő tervek? Hát most elkezdtük az új albumot igazából, ha lehet így mondani, hát meg vannak a számok, meg vannak a koncepciók. Hát az a terv egyelőre, hogy jövő év elején szeretnénk ezt megpublikálni. Hogyha van még időnk bőven. Hát eléggé dinamikusan haladunk, azt kell, hogy mondjam. Hát Istennek jönnek az ötletek, van itt vannak új koncepciók. Nem szeretnék még lelőni semmit, de. Ja, nyilván az ez majd, a terv. Majd a következő alkalommal új újra. Így, így van, így van, így van. Úgyhogy mindenképpen úgy új videoklipek. Így van, tehát jönnek az új zenék, és az a jó ebben a, ebben a morajban, hogy tényleg nem arra megyünk rá, hogy erőszakosan már pedig most akkor ezt marketingelni, és akkor mindenhova is nyomjuk, és nekünk, nekünk feltétlenül minél hamarabb pénzt kell kihúzni, hanem tényleg az elsődleges az, hogy jól érezzük magunkat, mikor összeülünk zenélni, és, és, írjuk a zenét, és, és, olyan termék legyen, hogy az, az, arra azt mondjuk, hogy na ez igen, és elköré építjük az egészet, persze bele ö, hozzá kell tennem azért, hogy, hogy, most már egy kicsit tényleg a videoklipekre megyünk rá, illetve már úgy gondolom, hogy van annyi koncert tapasztalatunk is, hogy, hogy már egy ilyen preszkitet, egy ilyen, egy ilyen csomagot, ha elküldünk valami koncertszervezőnek, akkor azért számítanánk rá, hogy, hogy nagyobb fellépéseket is ö, sikerüljön behúzni. Ezek a következő lépcsők. videoklip, következő album, ö, koncertek, ezerrel a felszoktam tenni ezt a kérdést, és tök jó válaszok szoktak rejönni, hogy hol látnátok szívesen a zenekart 5 év múlva? Most mo mondjuk én azt, hogy ez a mától érvényes aktuális állapot, hogy, hogy nincs korlátozás, meg semmi egyéb, mindent lehet mindenkinek mindenhol menni. Mondjuk ez az állapot fennmarad innentől fogva. Ennek fényében hol látnátok szívesen a zenekart 5 év múlva? Hát én nem szeretnék túl mondani. Mondjuk 5 év múlva, ha tegyük fel itt a határon túli országokba is már jártasak lennék, ugye ezért szerintem van igény erre a mi fajra, akár Románia, Szlovákia, és mikről beszélünk, akkor ott is szívesen megmozdulnánk, akár már egy turné keretein belül. Mert én ezzel igazából kínálnék békűvel lennék nekem lemez fronton, illetve kiadó fronton én, én, nagyon szívesen látnám ott öt év múlva a zenekart, hogy nyugat-európai kiadó, akár egy német, egy brit cég azért felkarol, felkaroljon minket, felkarolja ezt a moraj dolgot, és ezzel párhuzamosan pedig lehet, hogy nem lenne nagyra törő cél öt év múlva már tényleg egy nagy, nagyobb zenekar mellé szegődni, és évente, évente egy-két kisebb turnét így Európában le, lenyomni. Úgy gondolom, hogy ez, vannak, akik ezt csinálják, ez, ez, realitás lehet, tehát ügyesnek kell lenni itt a lehetőségeket kihasználni. Tehát akkor a következő lemezzel mondjuk már maga a külföld felé is. Igen, van, egyértelműen, egyértelműen most már van annyi referenciánk így a felsorolt dolgok közül, hogy szerintem már, szerintem már tudunk nyitni külföldi kiadók felé is. Mi az a elsődleges inspiráció forrás, amiből, amiből mondjuk ha dal, dalt szerzésről beszélünk, inspirálni szoktatok? Akár zene, akár film, akár könyv, bármi? Hát nekem könyvek. Nekem igazából könyvek, én rengeteget olvasok, fantasy, science fiction köteteket, novellákat, regényeket, és nekem bennem még bennem van ez a, ez a fantáziálgatás, ez a folyamatos ilyen, ilyen meseszerű gondolkodás, én nem is tudok, meg nem is akarok elrugaszkodni ebből, és már régóta terveztem, hogy talán esetleg majd saját történeteket, kis sztorikat is írni. Hát ez a lemez gyakorlatilag ezeknek egy a gyűjteménye, mindegyik egy kis sztori. De olyat azt, hogy még? Tehát ebbe valamikor ki kellene nőni, szerinted? Vagy hogy érted, hogy még? Nem úgy értem, csak vannak olyan emberek, akik tényleg, ahogy mondtuk is, a társadalom problémája, a politika, a, a bla. bla. Nekik. Én, én a, az ifjúságnak szánt irodalmakból, a fentezi könyvekből nem is szeretnék kinőni, meg nem is, nem is tervezem, mert hiába mesékről beszélünk, akár hogy is nézzük, azok nekem olyan, hogy be tudnak szippantani, és annyira jó. Akár egy lemezt is lehet ilyen kis önálló sztorikból írni. Hát, nekem igazából ez kicsit komplex. Engem mindig mindig változik, hogy mi az, ami motivál. Azt vettem vissza magam sokszor, hogyha valamilyen nagyobb sikerélmény ér, akkor egyből jön egy olyan motiváció, hogyha leülök, akkor egyből jönnek a riffek, jönnek a dallamok, jönnek a témák, és ekkor szoktam általában úgy megindulni, és akkor jön valamilyen termék, nekem általában ez szokott lenni. De meghallok valamilyen ritmust, valamilyen dallamat, egyből a fejembe elkezd valami megfogalmazódni, és ilyenkor le kell lenni, és csinálni kell. Úgyhogy... Mit ez a siker alatt? Hát itt most akár munkahelyi sikerre gondolunk, bármilyen család, barátok, ilyesmi, amit el úgy, úgy motivál, és ezt itt tovább tudom vinni a zenekarba is. Csak azért kérdezem, hogy ez, 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 ez sem feltétlenül relatív vagy egyértelmű fogalom. Tehát nem ez a depressziós dalíró, hogy bekubózik a szobába, Egyáltalán nem nem, 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 drogozva írja a, a számokat. Nem, nem. nem jellemző. No, hát figyelj, biztos annak is megvan a szépsége, csak hát persze. persze. nem, hát, család, nem. így csülel. Ez, ez nem, 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 így történik persze. nálunk. Mi lenne mondjuk a, a 2022-es nyárra a, a legpozitívabb dolog, amit történhet veletek? A zenekari fronton persze. Hát én azt mondanám, hogyha egy-két fesztivált úgy meg tudnánk fogni. Nyilván tudjuk, hogy a fesztiválokra manapság hogy lehet bekerülni. Ott már azért fel kell mutatni jóval többet. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ha már egy-két nagyobb fesztiválra bekerülnénk, ha nem is itt időről beszélünk, de akár már egy délutáni órákban már az az. Szerintem kedvező lenne ott is meg tudnánk mutatni magunkat. Így van, én is csatlakozom Mátéhoz, hogy most a korlátozók fel, korlátozások feloldásával reméljük, hogy még esetleg kisebb ilyen ö, fesztiválocskák, így a keményebb zene köré is ki fognak alakulni. És, és hát igen, kopogtatunk itt is ajtókon. Reméljük, hogy ki is nyílik egy-kettő. Én Biztosan nagyon minden. boldog lennék tényleg, ha, ha egy-két koncert, már most nem erre fókuszálunk, most nem a koncerteken van a fókusz, egy-két koncert, egy-két fel, fesztivál fellépés, ismerkedés további bandákkal. Kapcsolatokat építeni, Szerint szerintem az, az a tökéletes az lenne. És akkor végezetben még egyetlen kérdésem maradt, hogy egy lemezt vihetnétek magadok egy lakatlan szigetre, akkor melyik három lenne az? Mindig mondjuk egyet nem lehet mondani. Húha. Én tudnék egyet mondani. Na, nekem az King Alexandria, az King a lesz album. Nekem az volt az, ami úgy megfogott ebbe a stílusba, úgyhogy én ezt mondanám. Hm. Úgy van, általában nem szoktuk tudni csak egyet mondani. Hm? Um, már most megint felhozom a Fit for an autopsy a The Great Collapse albumát. Az, az tőlük a kedvencem a God-tól a Vrat album, azt bármikor végig tudom hallgatni, illetve a Metric Metric-től az Ex Machina album, ami egy bass album. Fú, de hallott. Jó, hát de... Erre nem számítottunk. De, de nem, számított. nem, de fián, ne, úgy, ez most olyan dolgot, hogy útként is mondtam, hogy adás valakinek, hogy hát egyébként én mondjuk metált viszonylag keveset hallgatok. És így volt hallgató, aki utána írt e-mailt, hogy hát, de hát bazdmeg, hát van egy kvázi metál műsorod, mondjuk szerintem az nem metál műsor, de mindegy, ez nyilván nézőpont kérdése, hogy a, az ország legnagyobb metál újságjánál írsz, meg ez az, és akkor, hogy, hogy nem nem vagy metáls, mondom, hogy hát nem. Tehát, hogy tök jó, de érted, inspirálni lehet ezer más dologból oh, is. Hogy, hogy nyilván, tehát én mindig is dalközpontú ember voltam, meg hogyha ha én találok valamit, valamit, ami megfog, akkor tudod, az mindegy a műfajta. Ez ezért is, mondtam, hogy akkor melyik az a három, hogy hát, valami kis kilengés van, és akkor meg, meg is találtuk. Hát mi is hallgatunk egyébként mindent attól függetlenül, hogy ez a fő, fő vonal, amit tényleg képviselünk, és szeretünk, úgyhogy mindenféle stílusból nyerítünk mi sikletet, úgyhogy... Ők -e neked is becsúsznak ilyen stílusidegen? Ó, oh, minden, bármi. Mindenre vevő vagyok én is, hál' Istennek. Na, jó van, király. Még hát egyet. Ezzel egy... Alapul alap. Hogy... Egy plusz egyet hagy tegyek még hozzá. A Nigmalionnak a Deluminate albuma. És most nem seg Vá Vártam, hogy ezt bekolott harmadik. És most nem nyalásként azt mondom, most... de ezt azt az, albumot körülbelül százszor oda-vissza végig hallgattam, munkába menet, mindenhova menet, és na, azt az még ha lehet vinni. Erős, erős, igen. Még lehet, hogy a Lembovgát helyett is. Hát figyelj most, ő csak egyet mondott, te négyet mondtál, még egy lemezt még vihetnétek, érted? Tehát, Köszön. hogy itt egy, no, egy mindig van. Kodni, <laughs> ja. Hát srácok, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, meg köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni erről a lemezről, mert hogy mindenképpen fontosnak tartottam, hogy, hogy beszélgessünk róla egy kicsit. És a hallgatóknak is mondom, hogy be fogom tenni a, az elérhető daloknak a dalokat a leírásba, nem tudok fogalmazni, igen mert, mert ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa meg, illetve ha tudja, akkor nézze meg a srácokat. A követési lehetőségeknek is ott a követési lehetőségek is ott vannak a leírás. Mondom, nem tudok beszélni, tessék, teljesen. Itt me, meg, meg, meg részegülök itt a végére. Aztán majd a következő lemezné folytatjuk. Köszönjük szépen Én a meghívást, köszönjük. és folyt köv. Várjuk. Ha pedig valaki támogatni szeretne az adást, illetve a csatornát, akkor a leírásban megtalálta módokon megteheti. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, találkozzunk a jövő héten is. Sziasztok! Ciao!